első alkalommal rendezték meg Dombováron a Nemzetiségi Kultúrák Napját. A művelődési ház előtti téren fúvos együttesek adtak ízelítőt a közönségnek a német ajkúak zenei hagyományából. A német nemzetiségeknek a fúvos zene a kedvenc zenéje, és ennek köszönhetően a fúvósokat invitáltuk meg. A találkozón a Dombovári Zenész Egyesület mellett a Kaposszegcsői Fúvós Egyesület és a Pécsváradi Német Nemzetiségi Tűzoltó Fúvós Egyesület vett részt. Régen játszottunk már Dombóváron, amikor még gyermek voltam, akkor szinte minden évben több alkalommal is, és nagy örömmel fogadtuk a felkérést, és igyekszünk eleget tenni neki. Bízom benne, hogy találkozunk olyan emberekkel, illetve olyan zenészekkel, akikkel régóta nem találkoztunk, valamint új arcokat is meg fogunk ismerni, és remélem egy szép délutánt eltöltünk együtt. A repertoárban főleg sváb zenék szerepeltek. Ma főként német ajkú zenével készültünk, hiszen tudtuk, hova jövünk, de elképzelhető, hogy belecsempészünk egy kis más stílust is. Dombovár az nem kimondottan német település. Itt szerb-horvát kis településsel indult az élet, csak miután a vasút munkaerőigénye kívánta, akkor települt be nagyon sok német a környékről. A sváb hagyományokat a települések igyekeznek megőrizni és ápolni. Fontosnak tartják ugyanis, hogy a felnövekvő nemzedék is megismerhesse a német ajkú ősök mindennapi szokásait. Elég mély gyökerei vannak, a környező település, sváb településekben nagyon sokan beköltöztek Pécsváradra, és hát ők igénylik a német kultúrát. Azt hiszem, hogy mindenhol egyre nehezebb ezt átvinni a fiatalok nyelvére. Hát ezért nem csak német zenét játszunk, hanem mást is be kell csempészni, illetve más közé kell becsempészni a német nemzetiségi zenét. A fúvos találkozót a Dombovári Német Nemzetiségi Önkormányzat és a Magyarországi Német Nemzetiségűek Egyesülete közösen szervezte meg.